Németh Zsolt külügyi államtitkár is részt vett Békés Csabán a megyei vízművek diszpécser központjában megtartott sajtótájékoztatón, ahol többek között elhangzott. A román magyar kormányülésen döntés született az Arad és Békés megye közötti vízátvezetésről. Mint ismerte, az Európai Unió megszigorította az ivóvíz minőségre vonatkozó előírásokat. A projekt megvalósítása a kormányközi megállapodást igényel. Békés megye, Arad megye, illetőleg a két megyének a vízműve közötti együttműködéssel kapcsolatban azt szeretném leszögezni, hogy egy rendkívül előremutató együttműködésről van szó. Már idáig is előremutató, és hogyha megvalósul, akkor pedig még inkább az lesz. Mindenekelőtt két szempontot szeretnék aláhúzni. Ugye manapság a természeti erőforrások jelentik egyre inkább a legkomolyabb biztonságpolitikai kihívásokat. A víz is egy természeti erőforrás, ugyanúgy, mint ahogy az energiahordozók vagy a föld is egy természeti erőforrás. Itt zajló program az annak keretében értelmezhető, hogy hosszú távon, 50 éven keresztül biztosítja a minőségi ivóvizet Békés megye lakói számára ez a megállapodás. A sajtótájékoztatón a projekt további lehetőségeiről Farkas Zoltán, a Békés megyei közgyűlés elnöke is szólt. Nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt néhány évben Békés megye vezetése Domokos László személyében is, illetve az én személyemen is többször folytattunk egyeztetéseket Arad megyével, a vízmű szakemberei, az Arad megyei vízművek szakembereivel, azért, hogy a vízátvezetés kérdése Békés megye arzintól mentes és minden más veszélyes anyagtól mentes vizet kapjon, és természetesen abban bízunk, hogy a rövidesen sorra kerülő kormányülés pontot tehet ennek az előkészítésnek a végére, és természetesen a kormányközi megállapodás keretében a vízátvezetés kérdése is megoldódik, és megvalósulhat ez a beruházás, amire szerintem Békés megyében már nagyon sokan várnak.